Jelentősen megnőtt a magyar határon próbálkozó migránsok száma. Tegnap 283 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök, ilyenre már nagyon régóta nem volt példa. Összehasonlításképpen október végén egy hét alatt sem jöttek ennyien. Békés megyében voltak olyan migránsok, akiket lakossági bejelentés után állítottak elő a rendőrök. Közben a határ túloldalán a Vajdaságban egyre többen várakoznak a csempészekre, de vannak olyanok is, akik már nélkülük kelnek útra. Vasárnap reggel is a szabadkai buszpályaudvaron vártak az embercsempészekre a migránsok. Vannak, akik többször próbáltak már innen továbbjutni, de olyanok is, akik most érkeztek Belgrádból. Néhányan a vasút melletti romos házakban rejtőznek el, aztán megpróbálnak felszökni a Magyarországra tartó vonatokra. Éppen most érkeztem ide. Magyarországra megyünk. Törökországon, Görögországon, Albánián és Montenegron keresztül jöttünk ide Szerbiába. Most Magyarországra megyünk az Európai Unióba, mondja ez a marokkói migráns. Magyar Kanizsán az illegális bevándorlók rendszeresen gondot okoznak. A boltokban folyamatosak a lopások és a konfliktusok. Cigarettákat lopnak, jaffakekszeket, bármit, halkonzervákat, pástétomokat, csirkepástétomokat lényegében, tudják, hogy mit kell lopni, tudják, hogy hova kell rakni. Engemet a múlt vasárnap kilökött az üzletből, mert nem volt hajlandó idadni a kekszeket, még ami ugye körbe rakott magának. Becslések szerint most több mint 100 migráns bujkál a szerb-magyar határszakasz közelében a tanyákon. A megfelelő pillanatra várnak, hogy Magyarországra jussanak. Folyamatosan járőröznek a határzár Csongrád megyei szakaszán a rendőrök, hogy megállítsák az illegális bevándorlókat. Hatékony biztos, tehát bár azért most ugye többen próbálkoznak. A helyiek is azt tapasztalják, hogy mostanában megint egyre több a migráns. Mentek a roham, a rendőrök, mind polgárőrök, tudod, arra szoktak járkálni sűrűn. Ezeken a fotókon a szombaton elfogott magukat marokkóinak, jemeninek és szírnek való migránsok állnak a rendőrségi busz előtt. Röszkén és a szomszédos településeken szombaton 37 határsértőt tartóztattak fel, illetve hármat fogtak el Makónál. A Bács-Kiskun megyei szakaszon 151 migráns tartóztattak fel december 28-án. Az afgán, szír, marokkói és palesztin férfiaknak nem voltak papírjaik, ezért visszakísérték őket a határzárhoz. Kelebia térségében pedig 65 határsértőt akadályoztak meg abban, hogy az ország területére lépjenek. Figyeltem, bement, mozgott ott össze-vissza. A Békés-megyei Nagykamaráson reggel fogtak el két illegális bevándorlót. A migránsokat egy lakatlan házba látták bemenni a község lakói. Nem bírt bemenni, csak annyira azért megbírta nyomni az ajtót, hogy látta, hogy ott az két polgár, és akkor szóltak a rendőrségnek be. Utána nem sokkal kijöttek Kovács házadott rendőr, és akkor elvitték őket. Szombaton több helyszínen rekordsok, összesen 283 migráns tartóztattak fel a hatóságok. Október végén még egy hét alatt sem jöttek ennyien. A kerítés felépítése óta ezekben a hetekben a legnagyobb a migrációs nyomás Magyarország határán. A rendőrség összesítéséből látszik, hogy a múlt héten mintegy 1400 migráns próbált Magyarországra jutni. Ennyi határsértőre 2017. februárja óta nem volt példa egy hét alatt. A déli határon a tavalyi 6000-hez képest idén eddig több mint 14500 határsértőt fogtak el, ami több mint 200%-os növekedés.